Jó, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban. A mai nap olyan dologról lesz szó, ami még nem volt a csatornán, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog, és nem fotós téma, nem videós téma, úgyhogy ez egy ilyen tök újdonság lesz. Vágjunk is bele az intro után! Na hát van itt egy játék, a Landlord nevezetű játék, aminek most már két verziója van, de igazából egy verzióval indult, és mutatom is, hogy mit tud. Be is lépünk kicsit, amúgy azt kell tudni ezekről a játékokról, hogy elég bugosak, tehát hogyha most történik valami, akkor azt nézzétek el nekem, mert elég bugosak szoktak lenni, az új verzió is egyébként bugos. Na már most, egy olyan játék ez tulajdonképpen, ahol ingatlanokat lehet venni, és olyan módon, mint ugye például a Pokémon Go-hoz tudnám hasonlítani, és az új verzió az kb. Arra is épült, tehát kb. Ilyen Pokémon Go-s téma lett. Ingatlanokat kell vásárolni, ugye? És a Foursquare alapján tölti be az ingatlanokat, és ugye ez alapján tudjátok megvásárolni a helyeket, az utcákat, a mindenféle fajta ingatlant, és ugye ez termeli a pénzt, tehát ha itt megnézzük, hogy itt Magyarországot, ja igen, és ugye városokat és országokat is meg lehet vásárolni, szóval hogyha itt megnézzük, akkor itt van Magyarország, ugye meg lehet az egészet vásárolni, ez így egy külön helyként funkcionál, és ugye 100%-os értéke van, és akár 0,1%-ot is tudsz belőle vásárolni. Ha meg úgy van, akkor megvásárolhatod ugye a 100%-át, tehát mint egy ilyen részvény tulajdonképpen úgy működik. Itt látható, hogy nekem 80 férőhelyes így a portfólióm, és 7 darab, tehát 7 vásárlást lehet folyamatban, ugyanis ha megvásárolsz valamit, akkor az kicsi idő, amíg megvásárolódik. Na már most itt ugye láthatjátok, be is jött, már van ilyen akció, na hát itt ilyen kis érmék vannak, amik extrákhoz juttatnak, ugyanis mutatom, hogy van, ja igen, szóval itt van egy képességek fül, itt ugye tudsz mindenféle dolgot fejleszteni, például tudod azt is fejleszteni, hogy hány ingatlant láss, ugye csak azokat az ingatlanokat látod, amik a közvetlen környezetedben vannak, tehát ha utazgatsz, akkor tök jó, mert mindenhonnan tudsz összevásárolgatni mindenféle dolgot, illetve itt látható, hogy mennyi az ingatlanjaim értéke, és ugye ez minél több, annál magasabb szinten vagy, illetve a készpénzed is látható, tehát minél magasabb szinten vagy, annál több készpénzed lehet. Ugye itt különböző ajánlatokat is kaphatsz egyébként az ingatlanjaidra, tehát itt most Budapestre rakott valaki egy ilyen ajánlatot, ezt most el is utasítjuk, mert ezt nem adjuk el. Illetve ugye, hogyha városokat és országokat akarsz venni, akkor ugye ilyen kis érmébe kerül, amik ugye az érmék ugye pénzbe kerülnek, tehát ez nagyon, nagyon nehéz ilyeneket gyűjteni, viszont ugye lehet videónézéssel, tehát hirdetésből napi 10 érmét tudsz ugye megkeresni, viszont én már ott tartok, például ha azt akarom, hogy ne 80, hanem mondjuk 85 ingatlanom legyen, akkor hol is van? Akkor igen, 315 darab érme, tehát hogy elég sok, és nekem van 54. Úgyhogy elérkeztem itt egy olyan szintre, aminél nem tudok tovább lépni, illetve ugye van itt egy olyan új funkció is, hogy földeket is tudsz vásárolni, tehát ha ide jössz, akkor ugye egyesével meg tudsz venni ilyen kis földeket. Ezek ugye most írja nekem, hogy túl messze vannak tőlem, tehát nem tudom őket megvenni, illetve itt látom, hogy 70 földem van a 80-ból, tehát még van 10-nek hely, és ugye tudsz licitálni is, tehát ha megnézed a piac szeret, akkor ott mindenféle fajta ingatlant, ATM-től kezdve, van itt egy ilyen város, japán város, úgyhogy itt tudsz licitálgatni. Viszont ugye egy szint, bizonyos szint után nem tudtál tovább haladni az érmékkel, és akkor ugye én azt csináltam, hogy mindig belépkedtem, beszedtem a kis ingyenes cumókat, és akkor mentem tovább. Viszont most itt az új verziója, a Landlord Go nevezetű applikáció, amiről igazából a videót szerettem volna csinálni.
Nagyjából, tehát az elv az ugyanez, ugye mindenféle, tehát ez a geolokációs téma, ez itt is játszik. Annyi a különbség, hogy itt 1000 darab, látjátok, 1000 darab részvényt tudsz megvenni, tehát nem 100%-ot, hanem 1000 darab részvényt, és vannak olyan helyek, ahol meg sokkal több részvényt, tehát ilyen brutál, mit tudom én, 4-5 ezer részvényt tudsz venni, és kiegészült pár extrákkal, például van egy ügynök, ugye most én nem mutatom meg, hogy hol vagyok Pesten belül, de ugye kb. Budapesten vagyok, és ugye van egy ügynök nevezetű kis cumód, egy emberkéd, akit el tudsz küldeni bárhova, én most Tiszaújvárosba küldtem el egyébként, és itt is tudsz ugye ezzel kapcsolatban vásárolgatni mindenféle ingatlant. Jaj, most itt nem akarom áthelyezni az ügynököm. És ugye ha áthelyezed, akkor van egy idő, amíg szépen áthelyeződik, most itt áll éppen az ügynököm. És ugye itt körbe is tudsz nézni, tehát ha ott vagy, akkor igazából AR-be is körbe tudsz nézni, de ugye kapsz egy ilyen listát is, amit be tudsz rendezni, és itt is mindenféle fajta ingatlan megtalálható. Ugye ezek különböző kategóriákban vannak, és mindig van egy ilyen trend, ami éppen akciós, és akkor ott mutatja, hogy éppen melyik akciós, és azt meg tudod venni ugye olcsóban, illetve itt látható jobb oldalt, hogy nekem 9 ingatlanom van már a 40-ből, és itt látható a kis készpénz folyam, illetve az, hogy mennyi szükséges ahhoz, hogy szintet lépek, illetve itt van a jelenlegi gyűjtemény, ugye gyűlik folyamatosan a pénz, és ugye ezt most be is gyűjtjük akkor. Igen, hát kicsit ugye bágos, ahogy mondtam is, most 15 perc múlva lesz elérhető a kövi gyűjtés, úgyhogy itt különböző bónuszok is vannak, tehát ha megveszel egy adott fajta ingatlanból mondjuk 3-at, akkor ugye bónusz van, viszont 5-nél megint bónusz van, tehát igazából tök jól működik, illetve érméket is kapsz minden nap, és igazából itt is vannak ugye képességek, amiket ugye tudsz fejleszteni, és ugye itt az érméidet tudod szépen költeni ezekre a képességekre, illetve van egy ilyen kis ilyen eredmény tábla, amin tudsz menetelni. Úgyhogy lényegében ennyi, itt látod a saját portfóliódat, illetve hogy hol vannak kis ingatlanjaid. Ugyanúgy van ilyen piactér, tehát tudsz licitálni, és itt van egy ilyen ilyen eredmény jelző tábla, hogy hol állsz. Úgyhogy igazából nagyon jó kis játék, és tökre fejleszti azt, hogy bizniszelj, és hogy gondolkozz. Úgyhogy én nagyon szeretem, gondoltam így bemutatom nektek. A leírásban lesz egy link, amiért cserébe, hogyha regisztráltok azon a linken, akkor... Hol írja? Valahol írta ezt. Ha regisztráltok azon a linken, akkor 10 darab érmét kapok, tehát az nem annyira sok, hogy megérje ezt így reklámozni, szóval nem is ezért jött létre ez a videó, de tudjátok, hogy ezért 10 érmét kapok, illetve van még a leírásban egy Epidemic Sounds és egy... vagy Sound és egy Artlist link, mindkettőnél kapsz ugye ajándék prémiumot, illetve én is kapok ajándék prémiumot, úgyhogy mindenki jól jár. Ezek a linkek a leírásban ott lesznek, köszönöm szépen, hogy megnézted így ezt a kis videót. Régóta terveztem úgy erről a játékról csinálni valamit, mert tök érdekes és nagyon kevesen használják, nagyon kevesen ismerik, és a bugok ellenére is tök jó játék, úgyhogy ha olyan játékot keresel, amire napi 2-3 percet kell így ránézni, akkor mindenképpen tudom ajánlani. Egyébként emellett én még a Forge of Empires-el szoktam nyomni, az kicsit időigényesebb, úgyhogy így tök jó kiegészít egymást a két játék. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a kis videó, örülök, hogy velem tartottál, ha szeretnél még ilyet, akkor mindenképp jelezd kommentbe, hiszen nem erre épül a csatornám, úgyhogy mindenképp dobj egy kommentet. Találkozunk a következő videóban, én Szabó Viktor voltam, Hadi-ho!